Sziasztok, drága barátaim! Mikóczi Ferenc vagyok, és egy rendkívüli bejelentéssel jövök most hozzátok, mégpedig vasárnap befejeződött a negyedik életmód táborunk. És mi ígértem, mondok pár olyan hasznos gondolatot, amit mindenképp hallgass meg, mert nagyon hasznos lesz. Eszméletlen hála, boldogság van a szívemben, hogy olyan sikeresnek mondhatom a tábor befejeztét, hogy mindannyian nagyon sok hasznos, pozitív élménnyel mentünk haza. Kicsit fáradt a hangom a rengeteg sok kommunikációból, így ennyi nap után, de annyit mindenképp elárulok, hogy nagy elvárásokkal indultunk. Egy nappal meghosszabbítottunk, 42 táborlakót tudtunk befogadni, 31 önkéntessel, és mindezt 4 országból. És ami a legfontosabb, egy vérből, a magyarból. Nem is tudom, hogy hol kezdjem. Talán azzal, hogy óriási felkészülés mögött voltunk, több mint 4 hónapon keresztül a kollégámmal a háttérben dolgoztunk, és az utolsó pár hetet bevontuk a mastermind tagjainkat is, és az önkénteseket is, hogy segítsék, hogy még profibbá varázsoljuk ezt a 4 csodálatos napot. A 4. nap idén egy kreatív nappal bővítettünk a portfóliónkat, mégpedig különböző rögtönzés, dobozos játékokat raktak ki a gyerekek kreatív tevékenységekből, újrahasznosított ruhákból különböző testi ékszereket csináltak, és a lányom Mikóczi Krisztina, akit nem sokára ide szólítok magam mellé, ő most idén táborlakó helyett önkéntesként jött vissza a táborba, hogy így megízlelve a mérleg másik oldalát. És kapott egy szerepet is a kreatív napba, mégpedig, hogy vezesse fel a gyerekeknek, hogy ő hogyan készítette el az álomtablóját. Krisztina, engedd meg, hogy ide szólítsalak mellém, rögtönzés, gondolom fel vagy készülve, nagyon friss, még ma végzett autóiskolában, és szerencsésen helytállt, úgyhogy megvannak a vizsgái, de most nem lesz ez a fő téma. Kérlek, mondj pár gondolatot a kreatív napról, és arról, hogy mit éltél át így önkéntesként, mert tavaly még táborlakó voltál. Sziasztok, szívből köszöntök mindenkit. Úgy érzem, hogy táborlakóként sokkal egyszerűbb dolgom volt, mint csapatvezetőként, hiszen ez egy nagyobb feladat, illetve egy nagyobb felelősséggel jár. Ami a kreatív napot illeti, engem ért ez a megtiszteltetés, hogy bemutathattam az álomtabló fontosságát. Örömmel láttam, hogy a gyerekek egymás között cserélgetik a különböző magazinokat, nyirkálják, ragasztják, és tényleg csillogtak a szemeik a vágyuktól, hogy ezeket az álmaikat majd megvalósítják később. Összességében szerintem nagyon jó volt. És így, hogy a bal szárnyról átkerültél a jobb szárnyra, mekkora felelősséget rótt ez rád? Hát, ugye itt már nem csak magamra kellett összpontosítanom, hanem a többi tagokra, és úgy gondolom, hogy sikerült így motiválnom őket a személyiségemmel. Nagyon-nagyon köszönöm. Én is úgy érzem, hogy nagyon hasznos volt a tanításod, és főleg azért, mert a korosztálybeliek voltak ott, és nagyon sok tudást át tudtál adni. Hogy mondjak pár visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy mit éltek át az önkéntesek. Mindannyiunk egy olyan személyiségfejlődésen ment keresztül, amit álmunkba se gondoltak volna, főként azok, akik először jöttek el hozzánk. Mert mindig valójában a gyerekek valamilyen szinten tükör nekünk. Azt kell tudatosítanunk, hogy a gyerek mindig tanít minket. Ez az egyik része. A másik pedig a tükörneuronok, hogy ő letükrözi a szülői viselkedést. És erre mi se nagyobb bizonyíték arra, hogy a 4. nap első felében megcseréltük a szerepeket, és a tábor lakók átvették az irányítást, és valahogy úgy Isten igazából mi is átélhettük az oldal túlsó felét. Érdekes megtapasztalások voltak. Én büszke vagyok arra, hogy
Nagyon sokan ott voltunk, nagyon-nagyon sok energiát, tapasztalatot, lelkesedést bele tudtunk rakni ebbe a táborba, ezáltal, hogy mindannyiunk szívvel, lélekkel állt hozzá ehhez a feladathoz, így a maga, a végkifejlete is egy ilyen vulkánerejű robbanás volt. Az mi sem támaszta jobban alá, mint most folyamatosan jönnek a visszacsatolások, úgy szülőktől, úgy gyerekektől, sőt már a Facebookon is egyre többen osszák meg, hogy mit tapasztaltak a szülők, mikor a gyerkőcök hazamentek, vagy voltak olyan szülők is, akik eljöttek a gyerekekért a táborba, és menet közben, mikor hazamentek, rengeteg sok hasznos felismerést kaptak. Nálunk a táborainkban a fő fókusz magán a gyerekeken van, próbálunk abba segíteni, hogy ami a mai oktatásból kimaradt, azokat a részeket pótoljuk. Tehát a való életre való nevelés van a fő fókuszban. Itt arra gondolok, hogy a pénzügyi intelligencia tanuljanak meg jobban bánni a pénzzel, a zseppénzükkel, hogyan lehet jobban spórolni, hogyan tudnak csapatba együtt dolgozni, miért fontos a kreativitás, hogyan tudják kihasználni egymás szinergiáit, hogyan tudnak összhangban dolgozni, ha van egy adott feladat, fókuszban kihasználni egymás erősségeit, tudatos táplálkozás, hogy mennyire fontos a testtel, a fizikummal foglalkozni, hogy jól érezzük magunkat, és persze előkerültek a lelki problémák, különböző szülői minták, ki mit hordoz, hoz magával a gyermekkorából, és ezeken próbáltak a önkénteseink segíteni. Rengeteg sok felismerés, kacagás, móka, lendület, jó energia jellemezte táborunkat. Persze voltak olyan felismerések is, amit nekünk is változtatni kell. Mi nagyon nyitottak vagyunk, sőt, nálunk az a prioritás, hogy minél színvonalasabban, minél magasabb szintre emelni a tábort, ugyanis a fő célunk, hogy egy világméretű brand legyen ez a vulkántábor, és ennek az alapjait ez alatt a pár év alatt raktuk meg. De mindaddig még nem fogjuk össze, és nem tökéletesítjük arra, amire mi szeretnénk, addig nem megyünk tovább ebben, de úgy érzem, hogy a negyedik éve, hogy vagyunk a piacon, ez mind alátámasza azt, hogy egyre nagyobb a érdeklődés, és már sajnos tábor előtt pár hónappal le volt zárva a létszám, nem tudtunk több táborlakót befogadni. Úgy érzem, jövőre megint valami újítás, valami innovációt fogunk ennek függvényében kitalálni, hogy mindenki, aki szeretne közénk jönni, tartozni, akkor ott legyen. Legközelebbi rendezvényünk szeptemberben lesz, ez egy ilyen családi nap, ahol csoportos futás rendezünk, ezzel kapcsolatban nem sokára meg fogjuk osztani hasznos információkat, blogoldalunkon, Vulkán oldalon, itt a nagy átalakuláson is lesz majd róla szó. Kérlek, ha érdeklődsz, akkor vedd fel velünk a kapcsolatot, akár a kollégámmal, akár mi velünk, ír ránk, cseten, Instagramon, vagy akár milyen portfólión, ahol mi is kint vagyunk, nyitottak vagyunk rá, de nyugodtan keresd meg, hogyha nem is tudsz fizikailag itt lenni, de kérnéd a segítségünket, mert nagyon szívesen segítünk. Záró gondolatként, Krisztina, ha csak egy mondatod volna, ha egy gondolatod volna, mit üzennél azoknak a hallgatóknak, nézőknek, akik most néznek minket, hogy miért érdemes a Vulkán csapathoz tartozni? Mert itt önmagukat adhatják, és nem kell megjátszani magukat. Hát akkor el legyen a záró gondolat. Én mindenképp azt mondom, együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség. És ne feledjétek, hogy jövő héten vissza újra itt a villámtanításokkal. Kérlek, ezt a videót osszátok meg, hogyha úgy érzitek, hogy hasznos volt, nektek csak egy kattintás, barátoknak, ismerősöknek, akár egy gondolat belőle is valamit elindíthat az életében. Namaste.